Mészáros Judit, Ráhel nővér és Kaszablucán van itt velem a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus, szervusztok! Mindenki elmen. Szervusz! Igen, a mikrofont egy kicsit közelebb kell majd tenni az átokhoz. Szent Ferenc kisnővérei rendtől érkeztél, és 2 éve volt az a felvétel, amit az előbb nézhettek, láthattak a nézők, örök fogadalomtétel előtt és után, és azóta eltelt 2 év, és most már te is segítesz azoknak, akik még keresgélik az útjukat, ha jól tudom. Hogyan találkoztatok ti? Kaptam egyszer egy e-mailt Lucától, akkor még nem ismertem, és érdeklődött a ferences zarándoklattal kapcsolatban. Így rémlik. Igen. Hát e-mailen keresztül találkoztunk először, aztán a zarándoklaton. Aztán meg az örökfogadalomra is elmentem. Hát akkor hosszú-hosszú barátság ez, de még te érdeklődő vagy, Luca. Mit jelent ez, hogy érdeklődő? Hát, hogy még nem léptem be, csak egyszerűen érdekel a szerzetesség, az ő munkásságuk, hogy mit dolgoznak, milyen a szerzetesi élet, és így távolról figyelgetem őket, és így kapcsolatot tartom velük. Mi kell a döntéshez? Ezt most mind a kettőtöktől kérdezem. Mi kell ehhez a döntéshez? Idő? Vagy meghallani a Jóisten szavát? Hogyan válik valakiből jelölt és nem érdeklődő? Mindenképp nagyon fontos az idő, hiszen ez egy belső folyamat, hogy, hát, hogy letisztázzuk magunkban, hogy tényleg mit is akarunk, és felismerjük, hogy tényleg mi is az Isten akarata, és hát kell egy nagy adag bátorság is, azt hiszem, hogy akkor el is induljunk ezen az úton. És Luca, te hogy érzed ezen az úton, mennyit tettél eddig meg? Hát az egyik legnehezebb részét már megtettem, hogy a nővéreknek is szóltam, hogy szeretnék majd csatlakozni. Nekem ez nehéz volt, mert magamban már ez régóta jellelődött, és magamban már így mondtam, hogy szeretném megnézni, hogy tényleg ez az én utam. És hát az eddigi legnehezebb az volt, hogy szóljak a nővéreknek is, hogy mennék. Féltél, vagy mitől volt nehéz? Hát leginkább azért, mert most már biztos elindultam ezen az úton, és nem csak úgy gondolkodom rajta, nem csak úgy képzelődöm, hogy milyen is lenne, hanem most már megtettem az első lépést. És szerintem az első lépés, úgy gondolom, hogy az a legnehezebb talán. Mi lesz most a következő, amire így nagyon rá kell lelkiekben is készülnöd? Hát úgy tudom, hogy még kapcsolattartás, együtt töltött idők velük, lelátogatni a házakba, ismerkedni még jobban, ezek lesznek. És Ráhel nővér, te úgy látod, hogy ez a fiatalok között eltöltött idő, a fiatalok evangelizációja során, ez még nagyobb teret kap ez a fajta segítség, hogy minél többen gondolják úgy, hogy szerzetesi pályára lépnek? A fiataloknak egy kulcskérdésük, ugye, hogy hol köteleződjenek el, mire tegyék föl az életüket, és ebben mindenképp fontos őket segítenünk, hiszen hát bármi területet, ha nézünk, hogy kell, hogy segítséget kapjon az ember, akár ugye tanulásban, vagy egy szakmában, akkor ifjúsági találkozókra szoktunk járni. Igen, hogy nem csak a 4 fal között lehet evangelizálni, hanem hát hihetetlen, hogy ti fesztiválokra is jártok. Ezt, ha jól tudom, akkor Egerszalókon készülhetett ez a kép. Ez éppen Nagymaroson, de az előző kép a Forrásponton, illetve igen, Egerszalókon. Tehát megragadjuk mindenképp a lehetőséget, hogy találkozunk a fiatalokkal,
hogy ők is találkozhassanak velünk, hogy feltegyék a kérdéseiket. Úgy gondolom, hogy ez lehet a legnagyobb kihívás, hogy a két pont hogy találkozik, kinyílik meg előbb, vagy hogyan lehet ezt, hogyha nem egy vallási közegben zajlom, mondjuk nem egy egerszalóki találkozón megy oda egy fiatal hozzád, hanem az utcán meglátja, hogy te Szent Ferenc kis nővéreihez tartozol, akkor mi az a pont, amikor úgy kinyitja az ajtót az ember, és oda megy hozzád kérdezni? Kinek mi? Mi ez a pont? Kérdések. Én próbálok mindig ilyenkor figyelni a másikra, hogy ő éppen hol tart, éppen mi lehet az igazi kérdése. Nem biztos, hogy ott tart, hogy akkor most szerzetesség vagy család. Lehet, hogy az Istenről lesz egy kérdése. Lehet elakadt valahol a kapcsolataiban. Bármi, egy csalódása van, vagy... És akkor, hát hiszem, hogy az a legnagyobb szeretet, meg mindig az az Isten akarata, ami itt és most így kibomlik, kirajzolódik. Akkor a legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehet evangelizálni ma a fiatalok között? Szerintem ilyen személyes figyelemmel. Utca, így visszagondolva az életedre, mik voltak azok a pontok, amiken érezted, lehet, hogy akkor még nem tudtad, hogy megszólít a Jóisten, akár nővérek által, akár papok által, de hogy neked szól, és a te utadat egyengeti. Hát nekem nagyon sok volt, vallásos családban nőttem föl, tehát mindig fontos volt a hit, de én nekem akár egy hittantábor gyerekként nagyon mély nyomot tudott hagyni, amikor egy hét után azt éreztem, hogy nem akarok még eljönni, mert annyira mindannyian azt gondoljuk, mindannyiunknak ugyanolyan fontos a hit, és együtt vagyunk. Ez például mindig ilyen nagy dolog volt nekem. De aztán évről évre mindig volt valami kis élmény, amiben így egy biztos pontként tudhattam Istent. Ráhel nővér, te két éve vagy két évet tetted le az örök fogadalmat, addig is hosszú és lehet, hogy rögös út vezetett. Hogyan tudsz ezeknek a kitérőknek a segítségéből épülve a mai fiataloknak úgy utat mutatni, hogy ne legyen az a görcsös megfogás, hogy gyere, igen, te is csatlakozz közénk, hanem csak úgy bátorítani a háttérből, hogy biztos jó úton haladsz. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy bátorítani, mutatni nekik egy szabad teret, amit hát nem én mutatok, hanem az Isten kínál, és meghív, és soha nem erőltet, hanem szeliden hív, és ragyogó ajánlatot tesz. És az én küzdelmem az... Hát ez egyrészt ebből állt, hogy felismerni, hogy az Isten jót akar nekem. Mert hiába voltak egyértelmű jelek, amíg volt bennem ez a görcs, hogy most ez így kötelező, az Isten elvárja, és csak a lemondásokat néztem, addig... Hát addig a szenvedés volt. És nagyon fontos volt így a személyes életemben, hogy közelebb kerüljek az Istenhez, és felfedezzem, hogy ő tényleg a javamat akarja, tényleg a boldogságomat, és tényleg pazarul meg akar ajándékozni, és tényleg szabadon hagy, hogy ezek így lassan formáltak és segítettek, hogy megnyíljak az ő akaratára. Úgyhogy hát igyekszem én is így a fiatalok mellé állni. Például a Miskolci Egyetemi Lelkészségen? Így volt az előző években. Most pont elbúcsúztam a lelkészségtől,
és egy nővértársam, Krisztina nővér vette át. Most inkább lelki gyakorlatokkal foglalkozok, lelki vezetéssel, de hát bárhol inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen szemléletem, és ha utcán oda jönnek, akkor ott. Ha valami meghívás érkezik bármilyen helyre, akár Bónum TV-be, akkor itt, hogy... Itt evangelizáltok, igen. Hogy igen, ezt elmondjam, hogy az Isten így szabadon hagy, és szeretettel meghív. És Lucza, te hogy nézel magadra mondjuk 5 év múlva, mit szeretnél a renden belül, mivel foglalkoznál, hogyan tudnád a Jó Istent szolgálni? Gondolkodtál már ilyenen, vagy ezek, ahogy mondtad, apró lépcsőfokok, tehát, hogy juss el a jelöltségig, aztán az örök fogadalom tételig, és akkor utána lehet megnézni, hogy mire is hív téged a Jó Isten? Hát én mindig szeretek előre szaladni, de úgy vettem észre magamon, hogy ahogy így előre gondolkodom, hogy mi lenne nekem megfelelő vagy jó, akkor ugyanez a görcs jön rá, mint amit Ráhel nővér mondott. Úgyhogy inkább a következő lépcsőfokra fókuszálok mindig. Olyan érdekes, hogy bennünk is mindig ott van a görcs, de nem kellene. Ugyanígy, amikor olyan vendég jön, hogy azt mondja, hogy most egy percet csendesedjünk el, és hívjuk a Szent Lelket, imádkozunk a Szűzanyához, és elmúlik az a görcs. Hihetetlen, hogy még azért másba is jó tudni, hogy más is kételkedik. Vagy nem kételkedik, más is izgul. És nem az imához fordul elsősorban, hanem egy kicsit kétségbe esik, de hát aztán úgyis minden a legnagyobb rendbe jön. És visszatérve a lelki gyakorlatokhoz, anélkül, hogy most valamilyen nagy titkokat árulnánk el, milyen a mai fiatal lelki állapota? Miért megy el lelki gyakorlatra? Mitől szeretne, milyen terhet szeretne letenni? Nehezen általánosítok. Azért az elég gyakori tapasztalat, hogy így feszültebben érkeznek az emberek, nem csak fiatalok, hozzák ugye a gondjaikat, a problémáikat, jönnek ebből a mindennapos stresszes életből, és akkor ott a csendben, az imádságban, ott valahogy kisimulnak ezek a ráncok, valahogy kinyílik a lélek, a szív, és akkor elkezdi magát az Isten szemével nézni, és úgy rendeződnek ezek a kérdések, a dilemmák, sokszor nem úgy, ahogy azt eredetileg képzeli az ember, akár ilyen nagy hivatáskérdésekkel, ha jönnek, hogy akkor na mi legyek, nem biztos, hogy ott születik meg a válasz, de hogy születhet esetleg egy mélyebb felismerés arról, hogy az Isten tényleg jó, az Isten tényleg szeret, és akkor ez már így segíti a további lépéseket. Egy ilyen lelki gyakorlat során mi a siker? Lehet ezt mérni? Tehát, hogyha valaki döntésre jut, vagy elindul az úton? Nagyon különböző, hogy éppen ki hol tart. Az a siker, hogyha a lelki gyakorlatozónak, a kísérőnek is sikerül valahogy valamennyire ráhangolódni az Isten akaratára, és abba belebocsátkozni, amit ő szeretne. Ha éppen gyógyítani, akkor abba, megpihentetni, akkor abba, ha a döntés elé állítani, akkor abba. Biztos, hogy te is voltál jó néhány lelki gyakorlaton, és kaptál választ is a kérdésekre. Ilyenkor mi az a nyugalom, ami megszáll, vagy mit emelnél ki, miért jó lelki gyakorlatra menni? Hát egyrészt kiragad a hétköznapokból, és azzal foglalkozunk, ami igazán fontos. Persze
az életben minden fontos, de talán az Isten a legfontosabb, és jó ezt néha-néha így tudatosítani magunkba, és így mindent így leszedni magunkról, hogy a magot újra megkeressük, és úgy építsünk vissza mindent. Úgyhogy nekem talán az, amikor semmi mással nem kellett foglalkoznom, csak a lelkemmel. Ez volt nagyon fontos. A többiek is így vélekednek utána? Vagy jönnek visszajelzések, gondolom, hozzátok rá elővér? Többnyire igen. Szóval, hogy lelkesen szoktak távozni a lelki gyakorlatról. Akkor is, hogyha látják, hogy kihívás még előttük áll, de hogy nincsenek ebben egyedül. Ebben fontos, hogy megerősödjenek egy lelki gyakorlaton, hogy van társuk, van erőforrásuk. És ha jól tudom, akkor december elején is lesz, december 1-én pont egy ilyen lelki napotok, amelyre jött a plakát is, egy kis kedves gyerek mondja, igen, te ott. Ez található a plakáton, de mi lesz ott magán az eseményen? Ezt akár nyílt napnak is mondhatjuk, lelki napnak. Várjuk szeretettel azokat az érdeklődő lányokat, akiket így megszólít a szerzetesség, vagy csak szeretnének minket megismerni. És itt hát helyet kap majd a közös imádság is, pici ízelítőt adunk a közösségi életünkből, így az imák által, de a közös étkezés, közös játék által is, tehát ez egy ilyen kötetlenebb lelki nap. Ez hol lesz pontosan? Lesz Margit körúton, fogadtak be minket a ferencesek, úgyhogy itt Budapesten. Hát akkor december 1-én találkozunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen. Köszönjük.